Egyre több vállalkozás és szakmai szervezet tiltakozik a főpolgármester által beharangozott fővárosi adóemelés ellen. Karácsony Gergely úgynevezett újraindítási adót szedne a nagyobb cégektől. Ebből a pénzből kellene szerinte kezelni a gazdasági válságot Budapesten. A tiltakozók szerint az adóemelés éppen az ellenkező hatást érné el, tovább rontaná a gazdasági helyzetet, és sok cég elhagyná a fővárost. Nehéz időszakot élnek át mostanság az autókereskedések, hébe-hóba érkeznek vásárlók, azok is jobbára csak nézegetnek. Beslések szerint idén jelentősen, akár a negyedével is visszaesett a cégek éves forgalma a tavalyihoz képest. És ebben a helyzetben a főváros most csavarna egyet rajtuk azzal, hogy megemelné az iparűzési adót 0,5%-kal. Békeidőben is szörnyűnek érezzük, de válságjelzben egyszerűen katasztrofális. Így értékelte az adóemelési javaslatot a főváros egyik legrégebbi autóértékesítéssel foglalkozó vállalkozásának vezérigazgatója. Számukra az extra teher mintegy 12 millió forint plusz kiadás jelent éves szinten. Ugye ezt fordíthatnánk beruházásra, de inkább bérekre fordítanánk, meg munkaerő, munkatársak megtartására. Hát nyilván, ha ezt adónként befizetjük, akkor erre nem fordíthatjuk. Az iparűzési adó kivetésének szabályait a helyi adókról szóló törvény szabályozza, ami 2%-ban maximálja az adó mértékét, vagyis a fővárosi önkormányzat 0,5%-os emelése lényegében 25%-os tehernövekedés jelent a cégeknek. A főpolgármester a múlt héten Budapest működőképességének fenntartásával indokolta tervüket. Kiemelt nem a gazdasági érdek, nem csak egyszerűen a fővárosi önkormányzat érdeke, hanem a budapesti polgárok érdeke és a gazdaság minden szereplőinek az érdeke. A budapesti kereskedelmi és iparkamara viszont problémásnak látja az adóemelés ötletét, mert válogatás nélkül büntet. Azt látnunk kell, hogy válság van, és rengeteg vállalkozás nagyon nehéz helyzetbe került, ez az adó pedig egyenletesen sújt mindenkit. Ez egy óriási hiba. Egy példát mondanék, egy ilyen adóba beleesnének a nagy szállodák, pedig azok bezárnak. Hát logikus, hogy ezekre adót vessünk ki, ez elég nyilvánvaló, hogy nem. A kamara elnöke szerint azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a válság miatt csőd közelben vannak, akár kegyelemdöfés is lehet a tervezett adóemelés. Más cégek pedig lehet, hogy elhagyják Budapestet. Nagy Elek azt mondta, a válságban segíteni kell a cégeket, nem pedig sújtani. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke szerint az új fővárosi adó, az IPA Plusz, azokat a kereskedéseket is sújtja, amelyeknek a járványhelyzet miatt már amúgy is jelentős többletkiadásaik voltak. Most nagyon nincs abban a helyzetben ez az ágazat, hogy a főváros is még extra adókkal terhelje. Hozzá kell tenni, hogy tavasszal, amikor minden kereskedelmi egységnek, élelmiszerkereskedőknek nyitva kellett lenni annak érdekében, hogy a biztonságos áruellátást mi folyamatosan a lakosság rendelkezésére bocsátsuk, akkor rengeteg extra kiadása volt a kereskedelemnek, védőfelszerelések, műszakok szervezése, ez mind-mind olyan extra kiadás, amellyel nem számolhattunk korábban. Vagyis szerinte az extra teher Karácsony Gergely állításával szemben nem kiemelt nemzetgazdasági érdek, hanem egy büntető adó. Közben csatlakozott a tiltakozókhoz a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége is. A szervezet szerint semmilyen formában nem fogadható el a tervezett fővárosi adóemelés.